Erőszaknak és nem tiltakozásnak nevezte a brit miniszterelnök azokat a migráns ellenes megmozdulásokat, amelyek a hétvégén történtek az Egyesült Királyság több városában. A zavargások során a dühös tömeg egy bevándorlókkal teli szálloda felgyújtását is megpróbálta, ezt azonban a rendfenntartók megakadályozták. A tiltakozások azután kezdődtek, hogy a múlt héten egy angliai születésű, de ruandai származású tinédzser három kislányt halálra késett. Még hétfőn is gyűltek a lufik, gyerekrajzok, üzenetek az észak-angliai Southport város központjában, ahol egy hete három gyermeket halálra késelt, többeket pedig megsebesített egy 17 éves fiatalember. A 6 és 11 éves gyerekek egy szabadtéri tánc és kézműves foglalkozáson vettek részt, a gyanúsítottat letartóztatták. Már aznap országszerte elkezdődtek a tiltakozások. A tüntetéseket bevándorlás és muszlim ellenes csoportok kezdték el, miután az a téves információ terjedt el, hogy a támadó bevándorló nemrég érkezett az országba, és szélsőséges iszlamista. A rendőrség azonnal cáfolta ezeket a híreszteléseket. Közölte, hogy a gyanúsított szülei ruandaiak ugyan, de a gyerekük már Nagy-Britanniában született és brit állampolgár, továbbá az esetet nem kezelik terrorista incidensként. De akkorra már súlyos zavargásokba fordultak a tiltakozások. A felvételeken is látható, hogy a randalírozók szándékosan provokálták a helyszínekre kivezényelt rendőröket. Több városban is téglákkal, kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták őket, a nagyrészt fiatal, arcukat eltakaró férfiak, miközben máshol kirakatokat törtek be, kukákat gyújtottak fel. Vasárnap egy sereg randalírozó a Raderemi szállodát rohamozta meg. Az épületet korábban menedékkérők elhelyezésére használták, ezért vált a vandálok célpontjává. A szállodát védő rendőrök közül többen megsérültek. Legalább 12 tisztünket láttuk megsérülni olyan tárgyakkal, mint tégla, kerítésrúd, oszlop, faág és más tárgy, mondta a rendőrőrmester. A rendőrség közölte, fáradhatatlanul dolgoznak azoknak az azonosításán, akik szították az indulatokat, vagy részt vettek a rendbontásban. A Dél-Yorkshire-i rendőrség pedig azt üzente, ha ott voltál, mi megtalálunk. A brit belügyminiszter ugyanakkor elszámoltatást ígért. Sok embernek vannak aggája és nézetei a bűnözéssel, az egészségügyel, a bevándorlással kapcsolatban, de nem vesznek fel téglát és nem dobálják meg vele a rendőröket, nem próbálnak meg felgyújtani egy szállodát, ahol emberek tartózkodnak, mondta. Hozzátette, eddig több mint 400 őrizetbevétel történt. A miniszterelnök hétfő délelőtt rendkívüli találkozót tartott a rendőrfőnökökkel. Keir Starmer is azt ígérte, hogy mindazok, akik részt vettek a zavargásokban, meg fogják bánni, hogy csatlakoztak a rendbontókhoz. Bármi legyen is a motiváció, ez nem tiltakozás, ez tiszta erőszak, és nem tűrjük a mecsetek vagy a muszlim közösségeink elleni támadásokat. Ezért a törvény teljes szigorával fogunk fellépni mindazok ellen, akikről bebizonyosodik, hogy részt vettek ezekben a tevékenységekben, mondta a miniszterelnök. Azt is bejelentette, hogy a nagyobb városokban egy hadseregnyi készenléti, speciális rendőrtisztet vetnek be, hogy kezeljék a zavargásokat. A hatóságok emellett azt is vizsgálják, miként lehet megfékezni az álinformációk terjedését, ami minden bizonnyal hozzájárult az erőszak elharapózásához. Hogy mekkora a feszültség mindkét oldalon, azt az is bizonyítja, hogy a kormányzati válságtanácskozásról távozó egyik rendőrfőnök egyszerűen kicsavarta az egyik riporter kezéből a mikrofont, és magával vitte azt.